Na, hát szép napot mindenkinek. Hát úgy néz ki, hogy nyakunkon az ősz, sőt már így november 6-a talán, vagy 7-e, már inkább közeledünk a tél felé, és remélhetőleg úgy néz ki, hogy most talán még hó is lesz belőle. Hát a mai résznek körülbelül annyi lesz az apropója, hogy az elmúlt nap Attila barátommal egy kicsikét elindultunk itt a környéket még jobban föltérképezni, egy kicsit bővíteni a tájismereti vagy a tájútvonal ismeretünket. De hát lévén, hogy az elmúlt két napban eléggé sok eső esett, hát riktig, hogy azért sár is volt rendesen, úgyhogy kapott a gép is. Hát ennek következménye, hogy tegnap még mikor hazaértem a túráról, akkor még hozzá fogtam lemosni, de hát durván egy fél óra áztatás után is csak annyit sikerült elérnem, hogy hullik róla lefele a sár ilyen nagyobb tömbökben, de még mindig van rajta bőven. És hát ami fontos, és amit javaslok mindenkinek, hogy ha jártok vadozni és szemetet láttok, most jó nekünk ennyit sikerült hirtelenjébe összeszedni. Ott éppen, ahol megálltunk egy némelyik helyen, legalább ennyivel kevesebb van kint a természetben. Na majd ez megy ki a kukába, valakik elfelejtették kidobni. Úgyhogy a doboz jól vizsgázott, egyelőre nagyon jó, hogy megint ez a nagy doboz van rajta. Lehet belepakolni bőven végre. És igen, ami majd a videóból fog látszódni, meg majd külön egy kicsit rá is reflektálok ott, hogy tegnapi napon elkezdett egy olyat szórakozni a gép, hogy visszalassítottam, ugye relatíve meg akartam volna állni vele, és nem hajlandó megállni, tehát egy ilyen 3-5 km per óra körül, ahol már tényleg csak alapjáraton ketyerészik a gép, szépen elkezdett kúszni. Hát ennek nagy valószínűséggel az okozója az az lesz, hogy ugye ami van az első variátor tárcsák között csapágy, vagy szabadon futó igazából, de hát itt csak csapágyról beszélünk, mert mindkét irányba elforog, ha minden igaz, az szép lassan kezdi magát megadni. Hát hallottam már előtt, hogy volt akinél 1000 km, hát most ebbe ugye óra szerint már van benne lassan 30 ezer, és még nálam nem volt cserélve, tehát 23 ezer kilométer biztos, hogy kibírt. De hát ennek is eljött a vége, úgyhogy úgy néz ki, hogy majd lesz egy következő szereld magad rész, amiben külön ez lesz majd taglalva. Hát innen is nagyon szépen köszönöm Adriánnak, Ózdról Kvadriánnak, hogy gyorsan a segítségemre sietett, ugyanis már ahogy a túráról hazaértünk, írtam neki, hogy mi a helyzet, és mondta, hogy postán küldi gyorsan a javító csomagot, úgyhogy remélhetőleg egy-két napon belül újra talpon lesz a gépezet. Addig is lehet használni, vagy legalábbis használtam, mert megy vele, tehát nem egyfolytában csinálja. Amikor így elkezd kúszni, egyszer-kétszer egy kicsit rágyorsítottam, utána elengedte a csapágy, és onnantól kezdve, hogy a szépen megállt a gép, tehát úgy, ahogy kellett is neki, de azért elég idegesítő, főleg ugye városba, ha az ember közlekedik, ott meg még azért baleset veszélyes is. Úgyhogy hát erre fogtok majd látni részeket, hogy lesz olyan hely, ahol Attila megállt, én meg megálltam, de aztán mégiscsak tovább mentem, és majd utána egy kicsit visszaköröztem, vagy valami, mert nem bírtam megállni. Én megbírtam volna, csak a gép nem akart. Úgyhogy hát na, hát fogadjátok szeretettel ezt a részt is. Gyanítom, hogy túl hosszú nem lesz, mint általában egy ilyen 10-15 perc, de az biztos, hogy szép helyeken sikerült megint járni, hát a sár az meg hát na, velejárója volt. Úgyhogy folyt köv, érkeznek folyamatosan a hótolók, hogyha esetleg valakinek még majd fog kelleni a gépre. A havat meg majd reméljük, hogy a küldik utána. Na, jók legyetek! Csak a nőd, cseng a mobilod, a márka áraz, de jól bírod. Itt rövid a nyár, várnak Ibizán, vigyázz a vállad, mint hogy tartsd lazán. Király kék sportautó, nyitott, hogy lássák benne ülsz. Turbó, az a jó, repül az út, és te vele. Kis kutyák, egy jó feleség, s egy szép szerető, egy
egy hosszú tombú bomba, bomba nőtt édes, mint hogyha kevés, akár tovább is mehetsz még. És nevetünk, mert értelme anélkül itt nincsen semminek. Messze áll szívünktől a harag, meg az ártás. Mégis adtunk, kaptunk elege, akad rajtunk négy szártás. Vágás állásimával mondjuk, a magunk fajta tudja, aki a pokolban is járt, mennyország annak minden napja. A seb mindenfor, a könyv szárad az, csak az fontos, ami veled marad. Ami az enyém, tiéd is, örömöd az enyém is, csak higgy el. A bezigényt ötözöm be, a szíved, a sírom, a kevésed, mondj fel, hogy ég vele. S-I-L-I-K, csak mert ez S-I-L-I-K. Mert ez S-I-L-I-K, csak mert ez S-I-L-I-K. Azon rágódsz akárki milyen béna, és te szólsz rám, hogyha nyavajgok, sajnálom magam néha. Még ha van is, hogy nem értünk néhány tényleg szörnyű dolgot, hogy hagyhat az Isten földanyán sok mocskos boltot. De hát tudjuk jól, hogy minden ember szíve két lény mozgat, egy ördög, meg egy angyal, azzá lesz, amelyikre hallgat. Hogy barátom, nem azért mondom, hogy jó pofa legyek, nem hagynám, hogy elvesz érted kezed, szüvet tűzbe teszek. Sem minden fúr, a könyv szárad az, csak az fontos, ami veled marad. Ami az enyém, tiéd is, így megy ez. Örömöd az enyém is, csak higgy el. A bezikényt ötözöm be, a szíved, a sírom, a tevésed, mondj fel, hogy ég vele. S-I-L-I-K, csak mert ez S-I-L-I-K. Ez S-I-L-I-K, csak mert ez S-I-L-I-K. Mert ez S-I-L-I-K.
neked könnyű lehet, de az itt neked se rossz. Arra gondolok, amire akarok. Neked könnyű lehet, de az itt neked se rossz. Arra gondolok, amire akarok. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a léptem. Az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Porból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibele.
kezed kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a lépten. Itt ül az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső, szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Burból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Ködbe veszek.